Sziasztok, köszöntelek benneteket! Lassan 3 hét eltelt az előző kert túra videó óta, akkor ugye a tulipánok voltak a főszereplők, most óriásit változott azóta a kert, eltűntek a tulipánok, kezdenek szépen visszahúzódni, megjelentek a nyári évelők erős hajtásai, a díszhagymák, úgyhogy egyre színesebb a kert, a klematiszok is kezdenek virágozni, a rózsák is kezdik mutatni magukat, úgyhogy akkor gondoltam, hogy nektek is megmutatom, hogy hogy áll most a kert, mi az, ami így május végén a legszebb, mi az, amit érdemes ültetni, keresni, hogy egész évben szép, virágos kertetek legyen. Úgyhogy akkor mutatom is az idei második kerttúra videómat. A sziklakert részen, a haszonkert melletti rézsűs területen, itt van egy pár sziklakerti növény, hiszen ide rejtettem el a kertben talált sziklákat, de azért nem nevezném sziklakertnek semmiképpen, de egy kicsit ilyen rézsűs. Páfrányok vannak, árnyékliliumok, lizinka, hortenziák, tehát egy picit árnyasabb, de itt az első részében a páfrányok között már tavaly is a rétről behozta a szél a magját ennek a kis boglárkának, és meghagytam, és hát nagyon ajánlom másnak is meghagyni, hiszen nagyon könnyed, légies, nagyon szépen feldobja jó pár hétre itt az ágyás elejét. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a természet egy kicsit helyettem dolgozik, és helyettem ültet virágokat. Szóval itt a terasz előtti páfrányos, most gyönyörűek, ezek a struc és hölgypáfrányok, valamint erdei pajzsikák vannak. Itt egy japán juhar, itt liliumok növegetnek szépen, itt egy díszhagyma, most talán ez a kedvencem, itt annyira szépek, ahogy kihajtottak a páfrányok, nagyon szépek, ahogy ebbe a kis szellőbe mozognak, úgyhogy nagyon jól néz ki, én nagyon kedvelem. Itt azért olyan déltől már nincs ez a tűző nap, tehát azért nem égnek meg. Azért nyár, amikor az a nagyon nagy meleg van, és még szél is társul hozzá, akkor ugye augusztusban azért egy kicsit meg szoktak égni, de hát addig gyönyörű dísze itt a kertnek. Itt most tényleg mindenhol a díszhagymák emelkednek az ágyásból ki. A fehérek, lilák, a Purple Sensation, a kisebbek, ezek a nagyobbak, a gladiátorok. Meg hát csak a nevét sem tudom, mindig rendelem, amik így megtetszenek csomagolás alapján. Úgyhogy a díszhagymát bátra lehet ültetni, hogy ezt össze kell, télálló nem kell felszedni, és csodálatosan minden évben előjön, és egyre szebb. Ez a kis érdekesség, ez a kicsit ilyen bordós és sárga virágű a zanót. Egy kicsit ilyen pillangos virága van, olyasmi, mint az akác. Tehát rokonok. Ebből szokták télen csinálni a grincsfát, akinek tetszik, én nem szoktam. A virága sokkal szebb. De egyébként örökzöldek a vesszői, tehát azért nagyon szép, mert télen is a vesszővel díszít. Tehát végig a díszhagymák. Itt még van egy-egy kései tulipán, ugye május legvége van már, és ezért is érdemes még egy-egy kései tulipánt választani, hiszen még ilyenkor feldobják az ágyást. Hát ő ugyanegyjári, tehát érdemes palántázni, magról vetni, és akkor ilyenkor gyönyörűen virágzik. Harangláb, akvilégia. Hát ő is egyébként magról el szokta szórni magát, tehát magról önvető, és itt ott, ahol éppen jó, megfelelnek neki a körülmények, ott kihajt és virágzik. Ő is egy akvilégia, egy harangláb, csak egy ilyen mély lila, szinte fekete telcírú típusa. Itt ő is az. Rózsaszín, mert készülődik a gyűszűvirág, valahol már nyílik, itt ez még nem, itt mögött a mirigyes pereszlény, nagyon érdekes neve van, itt pedig már a krokozmiák hajtanak szépen. Most kezd a legszebb lenni ez a lupinus, a csillagfürt, ez itt szerencsésen átvészel, már több év óta itt virágzik. Aztán nem csak az évelőkről legyen szó, a Weigel, a Florida variegata típusa, tehát ez a rózsalont, rózsaszín virágú, de tarka levelű. Hát most is döngenek itt a méhecskék, a poszméhek,
tehát nagyon-nagyon rovarbarát, és hát nagyon szép is. Ami még most kezd nyílni, és nagyon nagy kedvencem, ez a kolkvícia. Kolkvícia, a viráglonc. Nagyon hasonlít a rózsaloncra, tehát azért is hasonló a nevük, de sokkal kis kedvesebb, bájosabb, kisebbek a virágai. Én jobban szeretem, és talán tovább is virágzik, úgyhogy érdemes keresni és ültetni. Imádja a napot, a meleget, szinte kiírthatatlan. Ami még itt érdekesség, most ez a Persicaria bisztorta, a keserűfű. Egy kis üvegmosókefe-szerű virága van. De maga a levele is gyönyörű. Ősszel szokott még másodvirágzása is lenni, tehát azért is nagyon jó. És bepirosodik a levél, tehát gyönyörű az őszi lombszíne is, és nagyon hosszan virágzik. Ezért is ajánlom keresni és ültetni. Szóval már lassan elnyílik. Hiszen ez a kis törpe orgona. Itt van egy ilyen kis törzsösre nevelt, és hátul is egy a szilvafa alatt, és reggel, hajnalban, meg késő este az egész kertet belengi az illata, tehát hihetetlen jó illata van, és később virágzik, mint a Syringa vulgaris, tehát a normál orgona, úgyhogy már csak ezért is érdemes ültetni. Itt a delfinium, a szarkaláb, az évelő szarkaláb, virágzik itt a tarkalevelű fagyal előtt, és a gaura kezd virágozni. Egy űszűvirág mögötte egy rózsalonc, egy bordólevelű rózsalonc, ha jól emlékszem a fajtájára, ez a Weigelas Wine and Spirit talán lehet be, nem vagyok azért 100%-ig biztos. Ő pedig egy viburnum, egy redős levelű bangita, egy viburnum plicatum, kicsit ilyen hortenziára hajazó virága van, imádja a meleget, a napot, és nagyon hosszan virágzik, látszik, hogy most még rengeteg bimbó is van rajta, de már sok szép kinyílt virága is van. Ennek is van őszi másodvirágzása, és gyönyörű az őszi lombszíne is. Tehát nagyon-nagyon ajánlom ültetni és keresni. Hát itt a rózsák még csak készülődnek, ami érdekesebb, de nem annyira érdekes, csak sajnos kevesen ültetik. Ez a cirzium, ez az aszat, nagyon-nagyon angolos, ott szinte minden évelő ágyban megtalálható, ágyásban megtalálható. Most az erős napsütésben nehéz, de talán így jól látszik. Tehát tényleg tiszta mezei hatás, imádják a méhecskék, pillangók, és nagyon-nagyon hosszan virágzik. Tehát azért szeretem különösen, hogy nagyon hosszú virágzású. Hát mindenfelé a díszhagymák sokasága. Kicsit távolabbról a előbb mutatott páfrányos, a ház előtti részen. És akkor itt folytatva az ágyása mögül a díszhagymák mögött, itt van a geuma gyömbérgyökér. Ki látta a tavalyi videókat, hát egy tulipánok kalmár virágzott, és bizony június közepéig végéig virágozni fog. Nagyon-nagyon sokáig szeretem. És hát itt meg a fötőni, a koralberkenye virágzik, de én szeretek mindenre ráfuttatni klematiszokat, iszalagokat, és már az is elkezdett virágozni, tehát együtt olyan, mint egy szép csokor. És nem bántják egymást, hanem szépen kiegészítik. Hát itt a padnál a szokásos egynyári összeültetések, ezek még csak most kezdik majd mutatni magukat, most már a tulipánokat ugye elvittem. A háttérbe lehet hallani, dolgozik a kis robotfűnyíró, nagyon-nagyon szeretem. Hát és ebbe az ágyásba is, ami nyáron ugye nagyon-nagyon színes, most főleg a lilák, rózsaszínek vannak a díszhagymáknak köszönhetően. Én meg szoktam hagyni az elvirágzott díszhagymát is, az is gyönyörű, szépen díszíti az ágyást. És itt, amit még mindenki meg szokott kérdezni, ez is egy klematisz, egy réti klematisz, ez a klematisz integrifólia.
egy lágyszerű évelő, tehát nem fut, minden tavasszal teljesen vissza kell vágni, és akkor szépen elkezd ilyenkor kihajtani, és virágzik, és ahogy halad fölfelé, folyamatosan virágzik, tehát október végéig fog virágozni, akkor eddig föl fog jutni. Annyi, hogy kell egy kis támaszték, és kötözni, mert amúgy is szét esne, de ha ez egy kis picike támaszték ott van, és 2-3 hetente fölkötöm az új hajtásokat, akkor egészen őszig virágzik, és hát gyönyörű. Nagyon kis bájos virága van. Hát itt már a macskamenta kezd, a Six Hill Giant fajtája virágozni, hát ő is már egy hete elkezdett körülbelül, és novemberig, tavaly november végén jöttek meg az erősebb fagyok, egészen addig virágzik. És búzavirág, kis törpeszegfűk a rózsák alatt, aztán hamarosan a rózsák azért itt átveszik a főszerepet majd. Visszanézve most így néz ki a kert. Itt is a rózsa lugas, már lassan-lassan kezd virágozni, most még egy kis zöld és egybefüggőnek tűnik, de ez egy jó két héten belül egy hatalmas virágtenger lesz majd, hát mindenképpen mutatom akkor is. Itt a hortenziáknál, itt is még az aranyeső, a laburnum, a videómban mutattam, még mindig gyönyörű. Itt előtte a Clematis montana azért már kezd elvirágozni. De azért még most is nagyon szép. Itt is a gyömbérgyökér, ez a Miss Bradshaw fajtája. Az előző az pasztalosabb rózsaszínű volt, ez ilyen élénk narancsárga, és jó magas, olyan 70-80 centire felhozza a virágait, tehát azért is szeretem, hogy szépen kiemelkedik a többi növény közül. És hát itt az olaszos rész, itt a falra futtatott rózsa már gyönyörűen kezd virágozni, hát ez is egy hét múlva az egész tiszta virág lesz. Itt is egyelőre a búzavirágok, a díszhagymák díszítenek. Ami talán itt egy kicsit érdekesebb, ez a kandellábra primula, jó nagy, tehát nem ez a kis pici virágú, hanem ez is a jó 40-50 cm magasra fölhozza a szárait. Ő azért vízigényesebb, tehát száraz helyeken nem szeret. De itt a jó párás tó melletti környéken kiválóan bírja és virágzik. És itt a tó körüli rész is egyre élénkebb. És hát itt vannak az anabellek, ugye amit az előző videóban még itt szinte alig volt hajtása, és hamarosan, egy jó két hét múlva már fönn lesznek a tartóknál a fejeik, és utána elkezd virágozni, és egész őszig hihetetlen látvány nyújt, és most már ez a sok-sok nyesedék, amit itt-ott még azért lehet látni, ami egyrészt ugye komposzt és mulcs egyben, visszatartja a nedvességet, tápanyag is nekik rögtön, tehát tényleg magunkat is kíméljük, és a növényeknek is csodálatos és egészségesek lesznek. Megpróbálok átvágni, és innen még most be tudok jönni, megmutatom visszafelé, főleg a díszhagymák sokasága mutat tényleg nagyon szépen. Ezért is érdemes őket ültetni, mert a tulipánok nagy szín orgiája után, és még az évelők virágzásának elkezdése előtt, ők egy nagyon jó átvezető és nagyon tartós virágok, hosszú, legalább 2-3 hétig virágoznak, és télállóak, tehát ki sem kell szedni a talajból, és évről évre előbb újnak is megajándékoznak bennünket. És akkor még megmutatom a kis haszonkert részt. A kis árnyas padnál gyönyörűen a páfrányok kezdenek el jönni, itt az Erika nyílt már el, az Anabellek készülődnek, itt a Rodgersia,
tóparti legyezőfű, mondjuk ott virágzik, lesz igazán szép, de hát most is gyönyörű. Itt a gólyaorrok különböző fajtái, itt van az a kis törpe orgon, amit említettem, itt a kerítésnél, hát most is hihetetlen illata van, vezeti át a haszonkert részbe a nézelődöt. Itt még a labdarózsák utolsó virágai szépen nyílnak, most elég szép volt, levéltetve sem lett, úgyhogy nagyon örültem neki. És hát itt a haszonkertbe pedig a mála virágzik most nagyon szépen, itt mögötte egy piros és egy fekete ribizli, itt pedig már a cukkinik, sőt most már van rajta egy pici cukkini is. Ez a rács, ez a macskák ellen van, mert ebben a kis emelt ágyásban rögtön szerettek bele piszkítani. Ugyan nekem nincsen, de hát a szomszéd macskáknak ez remek kakilóhelynek bizonyult. Itt egy kis törzses piszke vagy egres, itt előtte egy spenót, hát ezt most már le kell szedni sürgősen, mert most már evésre érett. Itt mögötte a fokhagymák mellett céklákat ültettem, itt egy fekete eperfa van, és akkor itt paprikák, petrezselyem, koriander, rukkola, itt van egy kis epres rész, illetve itt most előtte látszik ide a bazsalikum, ugye egynyári, ilyenkor szoktam elvetni, és picikének tűnik, de bizony hamar berobban, és egész nyáron lehet majd szedni róla a bazsalikomot. Itt egy kardinál szőlő van, egy isteni finom csemege szőlő, itt a kerítésen egy tüskétlen szeder fut végig, itt is paradicsomok, mindenfélék, salotta, hagymák, répa, ki kéne már egyelni. A rajné törpe borsó most virágzik, itt még csak, és paradicsomok, és hát ami csodálatos, ez a rebarbara itt. Aki de folyamatosan használja, annak nem virágzik, de én annyira szeretem a virágzatát, és annyira gyönyörű, hogy szoktam neki engedni fölvirágozni, és aztán visszavágom, újrahajt, és akkor újra lehet használni a leveleit. Itt pedig egy cseresznyefa pár van, itt ez a Linda, és ott pedig egy Germersdorfi, és ők jó porzó párok egymásnak, és már látszik, hogy ez 2 éves, de már szépen berakódott cseresznyékkel, és egyáltalán nincs permetezve ez sem, teljesen bion tartom, eddig nagyon jól bírja és bevált, és ami egy pici újdonság, terjeszkedik a virágmánián. Itt egy ilyen kis virágos rétet vetettem magról, kb. Egy ilyen 2x2 méteres terület, tehát 4 négyzetméter. De gyönyörűen kihajtottak, hát remélem majd szépen virágozni fog, majd mutatom természetesen. Ez egy kis próba, hogy hogyan működik, öntözés nélkül meddig bírja, hogy virágzik. Úgyhogy még ez egyáltalán nem volt megöntözve idén. Picit szerencsések is vagyunk, hiszen pont mindig volt egy-egy nagyobb zápor. Tudom, hogy jó nagy szárazság van az országban sokfelé, most nekünk egy picit szerencsések voltunk. Tehát itt egyszer sem kellett még öntöznöm, csak a frissen ültetett növényeket, még a füvet sem kellett öntözni. Sőt, biztos láttátok, akik szemfülesebbek, ugye elég párás itt a környék, és a viszonylag sok esőnek köszönhetően, nem voltak nagy adagok, de mindig volt 1-2 milliméternyi csapadék, és hát mindig vizes volt a fű, ezért elkezdett gombásodni, úgyhogy most lombfúvóval reggel átszoktam fújni, hogy a harmat lejöjjön róla, és most még egyszer átfújtam huminsavval, remélhetőleg majd szépen helyre jön. De hát ilyen már előfordult, és aztán szépen helyre állt a rend nyárra, mire megjön a nagy meleg és szárazabb időszak. Egy nagyvirágú hibrid klematiszt, sajnos a fajtáját nem tudom. És még van egy itt a kapu másik oldalán. Ő pedig ezt biztosan tudom, ez a prezident, ő is egy nagyvirágú hibrid. Tényleg gyönyörű, mély lila, itt az erős napsütésben most nem látszik annyira, de hihetetlen látvány. És akkor itt vissza is értem, ahonnan indultunk. De kicsit ilyen formálisabb előkert része. Ugye itt voltak a kolkvici, a vejgela, tehát innen indultam a kis kerttúrára. Úgyhogy ennyit változott most a tulipánok óta, hát sokat. Ugye, amint van megint egy jelentősebb változás, akkor mindenképpen jelentkezem és mutatom a
kertet, hogy mi változott, és mit érdemes nézni benne.